Most akkor kibontom a Máriót, és ki fogjuk próbálni. Ha kibontottuk, akkor kinyitva a dobozt, ez a kis picike kártyát találjuk benne. Na, akkor most, hogy idáig eljutottunk, betesszük a kártyát, és megpróbáljuk a játékot játszani. Itt a tetején van egy kis kártyanyitó hely, vagy kártyaberakó hely, amit ki kell nyitni, és betenni a kártyát. És már meg is jelent Super Mario Odyssey. Kattintsunk rá, és indítsuk el. Itt megkérdezi, hogy kivel szeretnénk játszani, mivel csak egy karakter van ezért. Ezzel. Azt írja, hogy próbáljuk meg, hogy levesszük a kontrollereket, és úgy játszunk vele, jól van, oké. Majd megpróbálom. Akkor kezdjünk egy startot. Na, kipróbáltam a Máriót, egy fél órát, órát nyomattam vele. Nagyon tetszik. Csináltam képeket, meg videókat a készülékkel, mert ezt is tudja, hogy játék közben tudsz képernyőt menteni, meg képernyő videót fölvenni. És majd megpróbálom ezeket bevágni a videóba, remélem, hogy sikerül. De most akkor folytassuk azzal, hogy megnézzük, hogy hogyan szuperál tévén a cuccos. Egyelőre ide tettem a tévé mögé a Switchnek a dokkolóját, HDMI kábelt bedugtam a tévébe, úgyhogy most beletesszük a Switchet a helyére, és rámegyünk a tévén. És persze, hogy elsőre nem működött, mivel bele kellett csatlakoztatni a töltőjét is ahhoz, hogy a dokkolóval lehessen használni, de most már tökéletesen működik a tévén. Itt láthatjátok nagyba, hogy milyen. Mindjárt megyek is fel valamelyre. Na, akkor induljunk is el. A telefon nem adja vissza olyan jól, hogy milyen a tévén, meg hát nem is ugyanolyan. Értsétek rá, a telefon nem adja vissza ugyanúgy a képet, mint a tévé. Na hát úgy néz ki, hogy amit említettem, képernyőképeket, meg képernyővideókat át tudom küldeni a Switchről a telefonra, és utána a telefonról belevágni a videóba. Meg is mutatom nektek, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Először is ki kell választanunk a videót, és rámenni erre a Posting and Editingre. És ott kiválasztani a Send to Smart Device gombot. És utána kérni fogja, hogy olvassuk be a QR kódot. A telefonon bemegyünk a Wi-Fi beállításokba, és ott van ez a QR kód olvasó ikon. Arra rányomunk, és már keresi is a QR kódot a Switchen, és megtalálja. Utána a Switch átvált a másik QR kódra, ez azt jelenti, hogy összecsatlakozott a mobiltelefonnal, és utána a telefonnak a QR kód olvasójával beolvassuk a másik QR kódot, és itt föl tudunk menni egy ilyen internetes oldalra, amit a Switch generál, és most valami miatt nem enged minket fölmenni. Na, másodszorra csak engedett, és akkor itt van a videónk, rámegyünk itt, hogy download, és már írja is, hogy a fájl letöltése folyamatban van, és innentől már csak bele kell majd vágnom a videóba ezt a kis snitzet. Akkor most ezekből a kis videókból láthattok egy rövid összeállítást. Élvezzétek!
key and solve your day. Okay, Elefanted! Yay! Na, akkor így a videó végére összegezném az elmúlt egy hétnek a tapasztalatait, ugyanis egy hete vettem meg a Switch-et, és egy hete kezdtem el forgatni ezt a videót. Az egyik legjobb tapasztalatom a Switch-el az az, hogy megismerhettem a Mario Odyssey nevű játékot, ami nagyon megtetszett, mivel nagy Super Mario fan vagyok, sok Super Mario játékot játszottam eddig, ezért ez teljesen új nézőpontot adott nekem a Super Mario tekintetében, úgyhogy most majd a többi hasonló Super Mario játékot is ki fogom próbálni a Switch-en, majd lesznek belőle játékteszt videók is, meg lehet, hogy majd még csinálok még egy videót, ami csak a Odysseyről szól, de ezt a videót most igyekeztem a Switchre összpontosítva csinálni. A másik nagy tapasztalatom, hogy baromi drága. Tehát ahogy elnéztem, még a használt játékok is jó borsos áron vannak, és betölthető játékok is pénzért, ami letölthető, az sócsó. Van a egy-két ingyenes játék, amit le lehet tölteni, meg demók, de ez tényleg arra jó, hogy eldöntjük, hogy meg akarjuk-e venni, vagy nem. Tehát ezt a konzolt annak nem ajánlom, aki olcsón akar játszani, vagy szinte ingyen, hanem viszont hozzá kell tennem azt, hogy engem ez arra ösztönöz, hogy mondjuk egy játékkal tudok játszani, mert ha kettővel akarok, akkor már a másodikat meg kell vennem drágábban, hogy végigvigyem azt az egy játékot, ami van. Tehát értsétek rá, abból a szempontból jó. Az biztos, hogy mind a hardware, mind a szoftver nagyon ütőképes. Ennél a Switchnél nagyon jól mutat tévén játszva is. Tök jó, hogy a Joy-Conok levehetők, ugye két playeres játékokat lehet játszani vezeték nélküli kontrollerként ketten is. És hát összegezve az egészet, azt kaptam, amit szerettem volna. Egy komplett hordozható konzol, ami egy asztali konzolnak a teljesítményét tudja nyújtani útközben is. Ugye voltunk csurgón, és akkor oda-vissza végig tudtam a kocsiban nyomatni, úgyhogy elég jól bírja az akkumulátora is, bár olyan tesztet nem csináltam, hogy pontosan hány óra, olyan
4,5-6 órát említettek, ha jól tudom, használattól függően az OLED-nél. Egy napi játék szükségletemet ez az akkumulátor bőven ki tudja szolgálni. Azt tanácsom nektek, hogyha megtehetitek, akkor szeretetek be egy ilyen konzolt, főleg, hogyha szeretitek a Nintendo játékait. Én meg vagyok vele elégedve, bár hasonló kaliberű konzolt lehet venni már olcsóbban is használtan, meg stb. Nem akarok ebben most belemenni. Nekem tetszett, azért nem fizet nekem senki semmit, hogy jót mondjak róla, vagy épp rosszat, tehát jót tudok róla csak mondani, bejött. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Örülök, hogyha tetszett nektek, és akkor következőben találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, sziasztok! Úgy gondoltam, hogy itt legyen is vége a videónak. Ne felejtsétek el belájkolni, ha tetszett. Ha nem tetszett, akkor írjátok meg kommentben, hogy miért nem. És ha nem szeretnétek lemaradni a hasonló tartalmakról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Ajánljátok a videóimat barátaitoknak, ismerőseiteknek. Ez nagyban segít nekem a csatorna továbbfejlődéséhez. És a következő videóban találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Sziasztok!